herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin magyar hangok. Kelemen Kata, gizli bir yara. Mészáros András. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Kis Erika. Nemes Takács Kata. Belki şimdi gece. Nagy Katica. Téglás Judit. Pap Kati. Kékesi Gábor. Kosluktayım. Geri Tamás. Paramparça. Markovics Tamás. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Napsugár. Söyle yüreğim. Megértettük egymást? Követni fogod Dilát. Ha elmegy otthonról, tudni fogod, kivel találkozik. Hogy mit csinál, hová megy és jelentesz. Nyomában leszel. Szépségem, mitől féltél? Tuti az antikórától ijedt meg. Gyerekként engem is kikészített. Bár még most is. Az órától félsz ennyire? Miért? Mit beszéltünk meg? Ha melletted vagyok, semmitől nem kell félned. Fülya, adnál nekünk egy kicsit a kenyérből? Ez a narancslekvár nagyon finom. Szeretném, ha megkóstolnád. Egyél egy kicsit. Gyere, ülj le ide. Ülj le, teszek finomságokat a tányérodra. Jó íze van. Organikus házi lekvár. Elif, te bejössz ma a céghez összeszedni a cuccodat. Jobb, ha nem teszem. Elhoznád nekem? Persze, majd elhozom az enyémekkel. Tessék, szívem. Fülje, ez így nem lesz jó. Én ott hagyom a munkámat, de neked nem kellene. Firattal, vagyis ha beszélsz Firat úrral, akkor dolgozhatsz tovább. Nem, Ümrán asszony, vedd fel. Vele mit beszéljek? Amúgy szó sincs ilyesmiről. Együtt vagy sehogy. Egy pillanat. Rosszul értettem? Téged kirúgtak? Nem úgy történt, majd elmagyarázom. A cégnek vége. Most meg kirúgtak az új munkádból? Anyuci, ne Günes mellett beszéljünk el. Hol beszéljünk? Az apád két filléréből fogunk élni, ha? Anya. És már négy éhes száj van itt. Anya. Ki jönnél velem, kérlek? Hozd a vérnyomás gyógyszereimet is, az erőset, mintha én nem félnék. Majd meghaltam, mikor kinyitotta az ajtót. Mi újság? Hova készülsz? Vásárolni. Te is akarsz jönni velem? Ülj le a fenekedre. Miért? Nem osztottál meg képet? Egy kis hörkurutom volt. Elmúlt, megyek szórakozni, lássanak. Várj már, várj! Eszembe jutott valami. Csinálok egy gyógyulós szelfit anyukámmal. Mosolyog. Thank you.
Jól van. Este találkozunk. Nem mehet sehova. Annak már vége, asszonyom. Most már nem te diktálsz nekem. Azt hiszed, hogy legyőztél? Nem. Nem győztem. Még nem. De te veszítettél, anya. Ha szeretnéd, én harcolok a végéig. Tessék. Győzzön a jobb. Győzzön a jobbik. Megves! Hozasd az autót! Anya, miért nem érted? Hagyott rá egy rakat tartozást. Nagyon nehéz helyzetbe került, szegény. És az én hibám, az én tartozásom figyelt volna oda rá. Anya, nem hiszem el! Nem hiszem el! Inkább én nem hiszem el! És még egy zabi gyereket is csinált. És ő vigyáz rá, ugye? Günes! Mit csinál, szépségem? Hagyd! Hagyd csak! Segíteni akartál nekem? De itt van mosogatógép is. Gyere ide! Menj, mosd meg a kezed, jó? Hallottad, ugye? Annyira sajnálom. Elif, ne hülyéskedj! Én tartozom neked bocsánattal. Anya ilyen, nem volt ennyire kotnyeles, de apa után... Más megoldást kell találnunk, igaza lehet. Nem lehet. Nem engedem nektek. És hová mennétek? Kid marad még? Ne tedd, Elif! Megesküdtél nekem, nem lehet! Beszélni fogok az anyjával, ne aggódj! Minden rendbe fog jönni. Hiszek benne. Mi mára a terved, miután elvitted Oviba? Munkát keresek. Van bármi ötleted? Emlékszel Jaydára? A gyakornokot Jaydára? Mennyire koslatott utánad! Elif asszony. Céget alapított. Talán lenne nekünk munkája. Édesem. Nem fogtok elkésni? Készüljünk csak el gyorsan. Futás! Csak ön az? Azt hittem, az új vevők lesznek. Elif asszonyt kerestem, de úgy látom, nincs itthon. A barátnőjéhez költöztek. Egy ideig ott laknak. És tudja, hová ment? Vagy mikor fog visszatérni? Többet már nem jönnek vissza. Annyi hitelük volt, hogy elárverezték. És van egy kislánya is. Isten segítsen neki. Köszönöm. Szép napot. Mi történt? Mentek valahová? Hagyj már, Szude! Mintha nem tudnád, mit kavartál be. Mi közöm van nekem ehhez? Neked mindenhez van közöd, ne jázd már a hülyét! Elif végül felmondott. Most már megnyugodhatsz. Kimennél, kérlek, mivel felmondtunk? Már nem kell a hülyeségeidet hallgatnom. Kérlek.
Emrán asszony, üdvözlöm. Elif asszonyhoz jöttem. Hol van az irodája? Ő nincs itt, felmondott. Épp most tudtam meg. Hogy felmondott? Miért? Nem tudom. Firatnak jelezte. Úgy tűnt, hogy jóban vannak. Firat kifizette az összes tartozását, még a jelzálok hitelét is. Mi történt? Talán ön nem tudott erről? Firat hol van? Még nincs itt, nem tudom. Az irodájában leszek. Ahogy megjön, szóljatok neki. Kér egy kávét? Nem kérek! Ez a helyzet. Ugye megérted? Gondoltam, megkérdezem, hogy tudná-e nekünk munkát adni, legalább olyat, amivel túléljük ezt a rövid időszakot. Kedves Elif, annyira sajnálom, bár csak tudtam volna előbb. Sajnos tudod te is, a piac annyira lemorzsolódott, hogy magunknak is alig tudunk munkát szerezni, épp hogy kihúzzuk most vele. Nem minden az, aminek látszik. Ez csak mesehabbal. Nisának úgy hallottam, kell egy kolléga. Bár te főnök típus vagy, nem tudom, hogy érdekelne. Őt már felhívtuk. Betöltötték a pozíciót. Nem tudom, mi mást mondhatnék még. Tőled tanultam a szakma csínyát, bínyát. Szívesen segítenék, de látod, mi a helyzet. Megértettem. Fülia asszony, szeretné, hogy segítsen? Köszönöm, de az autóm itt van, nem messze. Nézze, ennek nem kéne így lennie. Próbáltam Elifet elérni, de nem sikerült. Az otthonában sincsen. Sejti, merre lehet? Nálam van. De mérges önre. Nézze, Firat úr. Nagyon jól ismerem. Ha eldönt valamit, kitart mellette. Ez Elif. Most megitta a harag keserű italát. Ha megfogad egy tanácsot, maradjon távol. Csak egy kicsit. Idővel megenyhül majd. Szép napot. Önnek is szép napot. Firat, még mindig haragszol? Beszéljünk később. Ahogy szeretnéd. Nagyon sajnálom, higgy nekem, nem akartam, hogy ez legyen a vége. Anyukád itt van. Az irodában vár. Mit szeretne? Megint én hozom neked a rossz hírt. Elifet keresi. Mondtam, hogy felmondott. Firatom, nem késő ilyenkor kezdeni. Korán reggel indultál otthonról. Üdv a cégnél. Szude, magunkra hagynál, kérlek? Persze, csak egy dossziért jöttem. Történt valami? Elif asszonnyal akartam beszélni. Nem beszéltük ezt meg tegnap. Megbeszéltük, ez így van. Nem is azért jöttem. Lamia asszony eljegyzési bulija miatt. Sőt, azért, mert tudtam, hogy van a cégnél valaki, akinél jó kezekben lesz, és nyugodt lehetek, de Elif asszony felmondott. Őt én vettem fel. Mi történt? Elmondhatnád az okát. Elif asszonya, történt egy félreértés. El fogjuk rendezni. Ne aggódj. Rövid időn belül. Újra itt fog dolgozni. Mi a téma? Ha a pénz a gond, ha emelést akart,
Nyugodtan adhattál volna neki. Mégis miket hordasz össze? Nem tudom. Özvegy, gyereke van. Talán emelést kért, és te nemet mondtál neki. Így felmondott. Lehetséges ez. Te is tudod, hogy mindenkinek segítünk, akinek szüksége van rá. Tudom. Bizonyára Elif asszonnyal is így tettél. Nem kellett neki. Nem volt rá szüksége. Te ne aggódj. A gondunk Eliffel hamarosan meg fog oldódni. Akkor én most mennék is. Látom, a drága fiam munkához látott. Kiválóan vezeti a családi céget. Anya, mondd ki egyenesen inkább. Ne csűrcsavard. Csűröm? Nekem nincs mit mondanom. Mi történik? Miért telefonon hívsz? Ne buktass le. Most nem ismersz. Miért? Mert valakivel követtetnek. Mit teszünk? Így fogunk beszélgetni? Egyelőre így. Akkor mesélj, hogy kiengedtek. Azt majd elmesélem, de nagy a baj. Ezután a bátyámat sikerült felhúznom. Hát az látszik. Kell nekünk valami. Valami, amit fel tudunk használni ellene. A legtisztességesebb ember, akit valaha láttam életemben. Talán egy parkolási bírságot találunk. Lehet, hogy gyors hajtás is lesz. Úgyis a cégnél dolgozol. Nem tudom. Kutakodj! Nézd át a szekrényét, vagy a számítógépét. Találj valamit. Jól van, úgy lesz. Anyáddal mi lesz? Vele meglesztek, ugye? Ne aggódj. Ő már a tenyeremből leszik. Uncsizok, itt nem tudok semmit venni. Elviszem az egész polcot, küldjék el nekem. Nem tudom, Firatnak jelezte. Úgy tűnt, hogy jóban vannak. Firat kifizette az összes tartozását, még a jelzálog hitelét is. Elif asszonnyal történt egy félreértés. El fogjuk rendezni. Ne aggódj. Rövid időn belül újra itt fog dolgozni. Miért hazudna egy férfi egy nőről? Vagy titkol valamit, vagy nagyon szereti. Vedat, kerítsd elő Elif asszonyt. Úgy elküldtem, fülét farkát behúzta. Ha még egy szót szól, egy kanál vízben folytottam volna meg. Mindegy, Fülya, akkor vége van. Most ezt mondod. Firat urat is láttam. Rólad kérdezett. Elment hozzád. Mit mondtál? Hogy nálam vagytok, és most egy ideig jobb, ha nem keres. Egy ideig? Fülya, az a fejezet le van zárva. Itt jön Günes. Szépségem! Günesem, hazafelé beugorjunk vásárolni? Vehetnénk gyümölcsöt. Indulás. Nagyon jól ismerem. Ha eldönt valamit, kitart mellette. Ha megfogad egy tanácsot. Maradjon távol. Csak egy kicsit. Günesem, kérsz egy almát? És banánt? Szerintem kettő elég lesz. Pardon, egy kiló almát és egy kiló banánt szeretnénk. Günes, vegyél, amit szeretnél, akármit.
kiló mandarint is szeretnénk. Elif, ne csináld. Nincs olyan, hogy tiéd vagy enyém. Barátok vagyunk. Persze, barátok. Csak most hagyom. Tessék. Elif, ne csapd rám azonnal. Hallgass meg. Beszélni szeretnél? Jól van. Találkozunk nálam. Mi történt? Mit mondott? Később elmondom. Szépségem, van egy kis dolgom. Fülje nénivel menj haza, nem maradok sokáig. Nyugodj meg, jó? Ezt kerested, anyuci? Tessék. De vigyázz! Nehogy megvágd magadat. Mehves, hogy van apa? Hogy lenne, drágám? Úgy, ahogy mindig. Megyek, ránézek. Jó kiönteni neki a lelkemet. Mehves, add ide a telefonomat. Neked nincs dolgod? Apuci, annyira hiányoztál. Egy ideig nem tudtam eljönni. Anya és a bátyám kórházba záradtak. De a te okos lányod. Persze. Megtalálta a módját, hogy kijusson. Elmeséljem, hogyan? Elmesélem. Szuper tervem van anyával. Elmondom neked az egészet. Mikor kettesben leszünk? Mi történt ezzel a kütyüvel? Nincs több játék. Próbálkoztál, de nem sikerült. Kint vagyok. Most én jövök. Meglátjuk, ki lesz közülünk erősebb. Köszönöm, hogy eljöttél. Elmagyarázok mindent.
Mivel kifizetted a hitelt, tiéd a lakás. Nincs értelme tartogatnom a kulcsot. Használd te. Elif. Nézd, félreértetted a szándékomat. Én csak segíteni akartam neked. Szomorú vagyok. Kérlek. Megígérted. És én hittem neked. Ezzel nem segítettél. Csak feltépted a legmélyebb sebemet. Hoztam a salátát. Itt van a te vacsorád is. Jó étvágyat. Ez igen. Már csak ez hiányzott innen. Kinek a pénzéből vettétek? Munka nincs. Ha így szórod tovább a pénzedet, hamarosan mind éhen halunk. Mik a terveid? Günesem, egyél nyugodtan. Különben hogy nősz nagyra? Igaz, Elif? Igen, egyél csak. Vegyél magadnak kenyeret. A vizet se felejtsd mellé. Hallgatlak. Dila asszony ma egyedül ment vásárolni. Aztán hazatért. Jelezni akartam. Rendben, köszönöm. Tessék, Isszám. Firat úr, az egyik ló megbetegedett. Erről szólnék. Melyik? Günes lova? Csillagaz? Nem csillagaz. Tudja, pároztattam az angol kancával. Tudom, hogy fontos önnek. Isszán szóltál az állatorvosnak? Igen, épp vizsgálja. Rendben. Günes lova most mindegyiknél fontosabb, Isszán. Tartsd rajta a szemedet. Úgy.
úgy lesz, ne aggódjon. Köszönöm. Minden rendben? Jól vagyok, igen. Köszi a kérdést. Nem vacsoráztál. Nem vagyok éhes. Elfáradtam. Beszéltél Elif asszonnyal? Megoldottad? Mondtam, hogy el fogom intézni. Miért pattogsz ennyire? Van itt más is? Nincs semmi. Ne aggódj. Ha nem fog visszajönni Elif asszony, akkor keresek másik rendezvényszervezőt. Elif újra nálunk fog dolgozni. Nem akarok senki mást. Ha megengeded, pihennék kicsit. Vedat, megtaláltad végre Elif asszonyt? Kész is van. Végre jöhettem kempingezni. Olyan féltékeny voltam. Gyere csak, Fülje. Most indul az árnyékjáték. Még a sátor kellett. Tessék, Ünesem. Gyere. Günes, gyere ki onnan. Mindig a pénz a probléma. Szegények vagyunk. Miért van ez így? Nem tudom. De a pénzkérdés valahogy meg fogjuk oldani. Gyere, szívem. Ülj le ide. Rajzolj egy kicsit. Ne zavard gölömszernénet. Egy kicsit az eszemet. Ez lesz a megoldás. Nem érted, hogy ez az egyetlen lehetőségünk? Ha lenne más választásunk, hiddel azt választanám, de nincs. Kénytelenek vagyunk ezt tenni. Hidd nekem, kérlek. Mindent meg tudunk oldani. De akkor majd megcsináljuk. Ne várjunk sokat. Nekem nehogy itt rajzolj a kanapéra, ne merj! Nem tettél rosszat, Fülje. Senki sem tett rosszat. Soha nem éreztem magam ilyen elveszettnek. Nem látok semmi kiutat. Amíg egy bajra keresem a megoldást, már egy újabb van a nyakamon. Kérlek, nyugodj meg. Ne őröld magad ezekkel. Fülje, nem találok munkát. A te életedet is felforgattam, anyádnak igaza van. Fejezd már be a hülyeségedet. Anyával ne foglalkozz, mintha itt se lenne. Ő csak ilyen. Találunk mindenre megoldást. Kérlek, ne szomorkodj tovább. Úgy legyen. Szépségem. Tudom, hogy mennél már, hogy nem akarsz itt maradni. De egy ideig sajnos muszáj lesz, édesem. Aztán újra ketten leszünk. Rendben van? Újra lesz saját szobád? Újra kifesthetjük majd a falait? Segítenél nekem egy kis ideig? Csak egy kicsit bírd még ki. Köszönöm szépen. Ígérem, minden rendbe jön majd. Jól van? Mosolyogj.
Menj arrébb. Jó reggelt, Gölömszár néni. Fülje hol van? Mondta neked? Nem tudom. Jó reggelt! Günesem, vettem friss meleg szimitet. Eszünk? Günes, igyál a narancslevedből, és vegyél ezekből is. Kezd csak el a reggelit, jövök mindjárt. Ez hol meleg? Jéghideg. Kivágták a nyelved? Miért nem szólalsz meg? Mi történt? Mi ez? Ne legyél mérges. A magányugdíj pénzem. Fülyem, mit műveltél? Miért vetted ki a pénzt? Azt hiszed, nem tudom, hogy ez mennyire fontos volt neked. Most mész és szépen visszateszed. Elif, ezt elveszed. Jól van? Nem firát vagyok. Én a nem létező testvéred helyett vagyok itt neked. Igen, ez így van. De ezt nem tehetem. Menj már, kérlek, fizesd vissza. Elif, elég volt a sületlenségből. Ne magyarázz már folyton. Ezt nem neked, Günesnek adom. Ebből bérelhetsz egy szép otthont. És... néha én is átjövök. Megszökök anyámtól. Olyan hálás vagyok neked. A legnehezebb időkben ott voltál nekem. Emlékszel még? Ha? 5 egész kötetet írhatnánk a jó tetteidből. Ez a kis pénz sok lenne. Istenem, kijöhetett. Megyek, megnézem. Te meg szedd össze magadat. Günes ne lásson így. Ümran asszony? Jó reggel. Elnézést, hogy zavarok. Ráér esetleg? Beljebb mehetek? Persze, tessék, csak üdvözlöm, jöjjön be. Jaj! Én ismerem önt. Ön az izé... láttam az újságban, Ümran Ayaz. Üdvözlöm. Jó reggelt. Elnézést a rendetlenségért. Kicsit sokan vagyunk itthon. Inkább ön ne haragudjon, hogy így betoppantam. Elnézést. Ümran asszony. Elif asszony. Azért jöttem, hogy önnel beszéljek. Tessék, üljön csak, lekérem. Foglaljon helyet. Elif asszony, elmentem a céghez, hogy beszélgessünk. Azt mondták, jelenleg a barátnőjénél lakik. Ezért vagyok itt. Előbb ígyunk egy kávét, Ümran asszony. Elfáradt egész idáig. Nem igaz? Nagyon köszönöm, de nem kérek. Kettesben beszélnék Elif asszonnyal, ha megengedik. Günesem, gyere, készítsük össze ezt a hátitáskát. Gyere! Anya! Ám legyen. Elif asszony, úgy hallottam, hogy felmondott. Tudja, hogy önt én vettem fel. Így szeretném tudni, mi a gond, hogy megoldjuk. Firet úrral másképp látunk dolgokat. Sajnálom.
Nagy reményeket fűztem önhöz. És mi a terve? Gyereke van. Bezárta a cégét is. Találok majd megoldást. Biztos, hogy ez így lesz. Remélem, Günes apukája ön miatt, a lánya miatt elővigyázatos volt a pénzügyekkel. Bizonyára hagyott önökre lakást vagy pénzt. Úgy látom, nem volt öröksége. Ezért lakik most a barátja lakásában. Nem, Ümrán asszony. Nem hagyott semmit. Se lakásunk, se pénzünk. Ha emiatt jött, nincs szükségünk segítségre. Én majd mindent elintézek. Elif asszony, mondtam már önnek korábban, hogy nagyon emlékeztet önmagamra. Látom, mennyit dolgozik. Talán visszatér még a céghez. Firattal a nézeteltérés... Nem hiszem, hogy visszatérek. Megértettem. Akkor a legjobbakat kívánom. Kikísérem önt. Köszönöm.